Üdv újra itt! Ebben a videóban szeretném megmutatni neked, hogyan tudod felhasználni a sok maradék színes papírt, ami hajtogatásokból és kézműveskedésből megmarad. Először is több különböző méretű kört vágtam ki, ezeket fogom használni sablonként. A segítségükkel a maradék színes papírokra köröket rajzolok, figyelve arra, hogy minél kevesebb hulladék maradjon belőle, tehát csak helytakarékosan, a papír széléhez közel helyezve a sablont. Szabad kézzel csigavonalat rajzolok a körre, aminek a mentén ollóval elvágom. Ha szeretnél méretben és formában egyező rózsákat készíteni, akkor ezt a csigavonalas kört használhatod sablonként az azonos átmérőjű körökhöz. Szükség lesz egy fogvályóra a papír felgöngyölítéséhez. Ráhelyezem erre a csúcsra, és két ujjam között próbálom rápöndöríteni. Ha egy kicsit oda-vissza is gömbörgeted az ujjaid között a fogvályóra tekert papírt, akkor stabilabb és tömörebb lesz a rózsa közepe. Ezután az egész csíkot köré tekerem. A kör középpontjához érve összefogom a rózsát, nehogy szétugorjon a papír, beragasztózom a kör közepét, és arra rászorítom a tekervényt. Attól függően, hogy milyen gyorsan szárad a ragasztó, egy ideig így egyben kell tartani. Lehet játszani az arányokkal a csigavonal rajzolásakor, hol szélesebbre, hol keskenyebbre hagyni a papírsávot. Így természetesebbnek hat a kész rózsa, mivel a szirmok nem egy magasságúak egy kinyílt rózsánál a valóságban sem. Azzal is lehet variálni, hogy milyen szorosra tekerem össze. Ha szorosabbra, akkor kisebb és még éppen bimbózó, ha lazábbra, akkor pedig szélesebb és kinyílt rózsa lesz. A koszorúhoz sok rózsára lesz szükség, ezért szuper közös program is lehet, és közben beszélgetni, szójátékot játszani is remek. Ebben a videóban egy koszorúhoz használom fel a rózsákat, de ha érdekel, hogyan tudod más dekorációkhoz is felhasználni, keresd fel az Instagram oldalunkat, ahol további ötleteket adunk. Háztartási csomagolópapírra rámérek egy 20 cm átmérőjű kört. Bejelölök egy pontot, ez lesz a kör középpontja, és innen 10 cm-es sugarat mérek több helyre, majd ezt a szaggatott vonalat kötöm össze. A kört használva támpontként 4 cm-t mérek kifelé. Ezt a körgyűrűt kivágom. Ráragasztom egy kartonra, ez egy doboz volt egyébként, és a kartont is a körgyűrű széleinél elvágom. Ezen felül még egy ilyen karton körgyűrűt ráragasztok, hogy stabilabb legyen a koszorú. Lefestem zöldre, és kötök rá madzagot, amivel fel lehet majd akasztani az ajtóra. Most már csak rá kell ragasztani a rózsákat, itt-ott zöld krepppapír leveleket,
esetleg kis indákat illesztve közéjük. Ha te is szeretsz kézműveskedni, alkotni, akkor iratkozz fel a csatornánkra, ahol több ilyen videót is találsz. Ezt megteheted a videó jobb alsó sarkában található Erdei Manó mesék logóra, vagy a videó alatti piros feliratkozás gombra kattintva.